Rendőrségi pecsétek a vaskapun és az ablakok redőnyein, azon a házon, ahol a rendőrség több órán keresztül helyszínelt. A bátai gyilkosság 60 éves feltételezett elkövetője ennél a háznál ölhette meg áldozatát. A rendőrök nyomozókutyák segítségével találták meg a ház körül az áldozat nadrágját, cipőjét, nadrágszíját. Nyilatkozni senki nem akart, de a helyiektől úgy tudjuk, hogy az áldozat és a támadó régóta ismerte egymást. Valószínűleg egy nő miatt romlott meg a viszonyuk. A gyilkos végül egy éles tárgyal verte szét barátja fejét. Ezután a ruháira meszet öntött és a ház udvarán található kútba dobta. A rendőrség a férfit először eltűntként kereste, később merült fel a bűncselekmény gyanúja. A szekszárdi rendőrkapitányságon 2019. október 21-én eltűnés miatt indult körözési eljárás. Az eljárás során beszerzett adatok alapján a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya emberülés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. A férfit azóta le is tartóztatták, mivel megpróbált elszökni. A végzés jogerőre emelkedett, mivel a letartóztatást elrendelő végzést a gyanúsított, a védő és az ügyész is tudomásul vette. Ha kiderül, hogy a 60 éves gyanúsított valóban megölte barátját, akkor akár 15 év börtönbüntetést is kaphat.